A Magyar Királyi Honvédségnél a határvadász csapatok egész pontosan 1939. január 23-ától léptek halrendbe, de még egy picikét korábbra tekerném vissza a az időnek az óra mutatóját, mert határőrizet természetesen létezett korábban is, tehát a két világháború közötti Magyarországon, ezt 1921-től Magyar Királyi Vámőrség látta el, és 1932. október 1 pedig a Magyar Királyi Határőrség. Ez egyrészt jelentett határőrizeti feladatokat, valamint tényleges határvédelmi, tehát rendészeti és katonai feladatokat egyaránt. És ezt a Magyar Királyi Határőrség szervezetet változtatták meg. 1938 végétől kezdődően álltak föl a Magyar Királyi Honvédségnek a határvadász csapatai. Zászlóaj szervezetben alakultak meg, és ezeket a zászlójakat, kettőt, hármat, négyet, ez ország szakasztól függően változott ezt határvadász dandár parancsnokságok alá rendelték. Tehát ezek voltak a felsőbb szervezetek irányító törzsek, ha lehet így fogalmazni, és ezekből a határvadász zászlajakból 1940-ig összesen fölállítottak 34-et. Ezek körben az ország határ mentén helyezkedtek el, Ugye, mivel a, a, felállítási dátum ugye az 1939. január, tehát ez azt jelenti, hogy ekkorra már túl vagyunk az első terület visszacsatoláson, tehát a felvidék, illetve részben kárpátaljai területeknek egy részét ekkorra visszacsatolták, és ezek a területek is beletartoznak, majd a későbbiekben természetesen a, a többi kárpátalja visszavétele az erdélyi bevonulást követően, illetve a délvidéki korlátozott célú hadműveletek befejeztét követően ezeken a részeken is megalakultak a határvadász csapatok, illetve helyeztek oda a zászlóaljakat. Kettős feladatot láttak el. Tehát a kettős feladatot azt jelentette, hogy a határvadászok, végeztek egy rendészeti feladatot, és végeztek egy, egy katonai feladatot. A rendészeti feladat az a határbiztosítás határőrizet, ennek megfelelően, ahogy ugye a legutóbbi időkig is a határőrségnél, ugye őrsök szerint települve a határvonal mentén teljesítettek szolgálatot, járőrszolgálatot, valamint a különféle ellenőrzési pontokon, tehát a határátkelőknél út és vasutaknak a határátkelőinél, ez volt tehát a, ez a bizonyos rendészeti feladat. És a másik ö, része az pedig konkrétan katonai feladat volt, tehát a határvédelemnek az ellátása, és ehhez képest ö, ö, szervezték a zászlójakat is. Volt egy úgynevezett csapatrész, ez látta el a katonai feladatot, és volt a határszolgálatos rész, ez pedig ellátta a rendészeti feladatot. Ez úgy nézett ki, hogy a, a, a határszolgálatos ö, részen részhez beosztott határvadászok, azok portyázó századoknak az alárendeltségében teljesítettek szolgálatot, és egy portyázó század parancsnokság alá, ez ugyancsak helytől, területtől függően, három vagy akár 7-8 úgynevezett határvadász őrs is tartozhatott, és ezek a határvadász őrsöknek a létszáma is 8-10 embertől kezdődően később a háború idején ugye mozgósítás során akár a 70 fős létszámot is elérhette. A felszerelésük az alapvetően gyalogsági jellegű volt, tehát gyakorlatilag egy gyalogzászlóainak feleltethető meg az a felszerelés, amit, amit hordtak, de valóban nagyon komoly fizikai igénybe vételnek voltak kitéve, ugye a járőrözés az mindenféleképpen komoly feladatokat, terhe, fizikai terhet rót rájuk nem beszélve arról, hogy nem csak síkvidéken, hanem hegyek között is szolgálatot kellett teljesíteni, erre majd a későbbiekben ki is fogok térni, illetve speciális adottságokkal kellett rendelkezniük. Jelesül ugye egy, egy határőrizetet, határbiztosítást ellátó határvadásznak ugye olyan szakismeretekkel kellett rendelkeznie, amelyek képesítették ennek a feladatnak az ellátására, ezért például minden határvadász őrshöz volt rendszeresítve nyomozó helyettes, akik földerítették ugye a határ ben zajló olyan tevékenységeket, amelyek esetleg törvénybe ütközhettek. Tehát például a csempészetet, ugye ez akkoriban is ugyanolyan probléma volt alkalmasint, mint akár napjainkban, és erre föl kellett készülni ezeknek a katonáknak. Tehát ez egy, ez egy, ez egy speciális jellegű feladat volt. A másik, ami nagyon fontos volt, hogy ide abból a szempontból is válogatott katonák kerültek, hogy nem akárki jöhetett határvadásznak, nemzetiség szerint. Ennek ugye volt egyfajta kirekesztő hatája, ugyanis azt megszabták, hogy határvadász csapatokhoz kifejezetten a határszolgálatos részhez oda csak magyar vagy német nemzetiségű legénységet lehet bevonultatni. A csapat részhez oda már a korabeli Magyarország bármely nemzetiségét bevonultathatták, tehát ott szolgáltak valóban szerbek, románok és szlovákok is. A terület csatolások is ugye hadműveletnek minősültek, tehát a katonai bevonulások. Ott azonban fegyverhasználatra egy-két kivételtől eltekintve nem került sor, tehát harccselekmények, konkrét harccselekményekben, folyamatos harccselekményekben még nem nagyon vettek részt. Az első igazi megmérettetés az majd 1941. június 28-ától tekinthető a határvadász csapatok részére, amikor részt vettek a Szovjetunió elleni első hadjáratban, és itt a konkrét harci alkalmazás az 19 1941. július 9-éig történt a Kárpátok területén, amikor is ott a visszavonuló Szovjet 12. hadseregnek a kötelékei ellen, illetve az NKVD határőr csapatai ellen lettek bevetve ezek a határvadász alakulatok, és aztán 1940. július 9-e után, amikor a, a gyors hadtest kivált a Kárpát csoport kötelékéből, akkor a határvadász zászlójak, amelyek részt vettek addig a hadműveletekben, a jelenlegi nyugat-ukrajna területén biztosító, illetve illetve megszálló feladatokat láttak el. Az igazi, nagyon komoly, és hát tulajdonképpen a háború végéig tartó megmérettetés pedig már az 1944-45-ös hadi alkalmazást tekinthetjük. Nem gépesített alakulatok voltak, alapvetően gyalogos kötelékekről beszélünk, mondjuk kerékpáros századok voltak hozzájuk rendelve, de, de valójában gyalogos kötelékekről beszélünk, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy hogy a magyarországi heves harcokban ezek elég jól helyt álltak ezek a zászlóaljak, és és hát hogy is mondjam, büszkék maradhattak továbbra is a határvadász névre, amit, amit addig is viseltek. Még hozzá tenném azt, hogy a határvadász csapatok nem csak szervezésükben különültek el egyéb szárazföldi alakulatoktól, hanem külső megjelenésben is, mert a határvadász például a sapkája, a tábori sapka, sapkáján kakastól bokrétát viselt, úgyhogy egy ilyenfajta külsődleges megkülönböztetést is, illetve a, a határvadász csapatjelvényt pedig a, a Zubon zseb fölött hordták. A Magyar Király Honvédségnél a hegyi csapatokat 1939. október 1 kezdték el megszervezni, értelemszerűen, hiszen a 39 tavaszi kárpátaljai katonai akció következtében kerültek vissza Magyarországhoz azok a régi történelmi területek, ugye Kárpátalja, amit ma Kárpátaljának nevezünk zömében, ahol érdemes volt ezeket a speciális csapattesteket fölállítani. Megszületett az első kárpátaljai honvédhegyi dandár három hegyi zászlóaljjal, de ezzel párhuzamosan azokat a határvadász zászlóaljakat, amelyek itt a Kárpátokban voltak kirendelve a határőrizetére és védelmére, azokat hegyi felszereléssel látták el és őket is a hegyi csapatoknak a körébe soroltuk, sorolhatjuk innentől számítva. Érdekes módon nem csak a hegyvidéki katonákat sorozták, vagy a hegyvidéki legénységet, lakosságot sorozták idebe, akár Kárpátajáról, később 1940-től ugye Erdélyből székelyfiúkat, hanem Érdekes módon alföldieket, szabolcs szatmár bereg megyéből, Hajdubihar megyéből, ö, sőt, mi több még Pest-Nógrád megyéből is, ahol azért olyan magas hegyek ugye nincsenek, és nagyon érdekes volt a kiképzőknek a tapasztalata, nehezen tudták a, a fiatal paraszt fiúk megtanulni például a síelést, mert a nehéz testi munkában, a nehéz paraszti munkában elmerevettek az izmaik, és ugye az könnyed mozgást igényel ugye a síelés, tehát ilyen érdekességek is voltak, de többnyire azért vették ezt az akadályt, és és nagyon jól sielő katonákkal képezték uh, ki őket. Egy gyalog annyi egységre kell gondolni, de több gyalogsági nehéz fegyverzettel, és alkalmasint nagyobb létszámmal is. Amíg egy gyalog az 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 ezer főt meghaladta a mozgósított állományon, a a hadi állományra feltöltött hegyi vadász, illetve hegyi felszerelésű határvadász zászlajak akár az 1500-1600 főt is elérhetik, Tehát egy nagyobb kontingensre kell gondolni, ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy, hogy a, a, ami a, a bevetést, a harci a harci alkalmazásukat illeti, az lehetett védelmi jellegű is, de lehetett támadó is. Tehát ilyen módon ez akkoriban nem volt elkülönítve, nekik mind a kettőre föl kellett kész, készülve lenni, és valóban, ahogy, uh, uh, ahogy említetted, a a határvonal mentén ugye védelmi körletek ki voltak osztva az egyes zászlóaljaknak. Ugye egész az uzsoki szorostól le az ojtozi szorosig, ugye több száz kilométeres hegyi területet jelent, és ott meg volt határozva az ő feladatuk, ugye az ő körletük, de természetesen hát aktív, nem csak, nem csak defenzív, hanem offenzív feladatra is igénybe lehetett venni ezeket az alakulatokat rendkívül magas megbecsültségnek örventek a magyar királyi honvédségen belül kifejezett volt egy ilyen hegyi vadász szellem, egy önérzet, és Kéri Kálmánnak az egyik visszamlékezésében lehet azt olvasni, hogy volt olyan időszak a, a 1944 késő tavaszán koranyarán az első hadseregnek a kárpáti védőkörletében, ahol megrendült magyar gyalogsági csapatok mögött vonultattak föls alá egy harcezett, fegyelmezett hegyi vadász nóta nótaszóval, ezzel is ugye például példát adtak a, a, azoknak a, a megrendült csapatoknak, akik pánikszerű visszavonulásba kezdtek, illetve arról is maradtak fönt feljegyzések, hogy ahol szemben ugye a szovjet csapatok, ugye rendkívül jó volt a szovjeteknek folyamatosan ugye a háborúban a harcfelderítésük, és ugye azonnal kitapogatták, kipuhatolták, hogy szemben konkrétan milyen alakulatok állnak, és a, hegyi vadászokat azokat nagyon sokszor ugye név szerint nevezték, sok esetben bakancsos brigantiknak, ugye ők másfajta lábbelit viseltek, hogy a hegyek között az úgynevezett 41 mintájú sícipőt, amit közkeletően csak hegyi bakancsnak neveztek. Hát bakancsos brigantiknak nevezték őket, nagyon kemény ellenfélnek tartották a magyar hegyi vadászokat. Ugye nekik is voltak megkülönböztető jelzéseik, a, egyrészt ugye a havasi gyopár, a szár nélküli havasi gyopár, amit a sapkán, a, a sapkán és a zubbonyon is viseltek, valamint ők is ö, kakastollat, speciálisan fajt kakastollat ö, ö, tűztek a sapkájuk mellé, úgyhogy ez volt az ő megkülönböztető jelzésük. És valóban a háború legutolsó időszakáig ö, harcoltak, még Magyarországtól nyugatra is, ö, jelenlegi osztrák, illetve német területen. Magyar területen utoljára 1945. március végén a rábavonal védelmében, győrtől dél, délnyugati irányban volt bevetve az első Honvéd hegyi dandár. Azt lehet mondani, hogy a magyar hegyi csapatok kötelékében mint egy 55 60 ezer ember szolgált, tehát rendkívül jelentős, de hogyha megnézzük azokat az arányokat, hogy a magyar, korabeli Magyarország területének hány százalékát borították olyan, olyan hegyek, ahol, ahol mondjuk indokolt volt ilyen csapatoknak a, a bevetése az ország védelme szempontjából, akkor ez úgy, akkor ez úgy arányosnak is tekinthető, hiszen, hiszen 1944 őszén mintegy 650-700 ember állt fegyverben, tehát ennek körülbelül vagy közelítőleg a 10%-a volt ilyen hegyi felszerelésű csapatnak tekinthető. A pontos veszteségeikről nem tudunk adatokat, tehát így csapat nemre lebontva nem sikerült ezt még pontosan meghatározni, de egyes részadatok azt mutatják, hogy, hogy igen komoly veszteséget szenvedtek. Tehát ennek, a, ennek az 55 60 ezer főnek legalább egy, egy harmada az véres veszteségnek tekinthető, tehát megsebesült, eltűnt hősi halott is. Többször kaptak utánpótlást, és melyik, kap, melyik alakulat kap többször utánpótlást, melyikhez vezényelnek több menetszázadot ugye, a harc téren, az amelyik, amelyik a legsúlyosabb veszteséget szenvedi el. 1944-1945 fordulóján ugye a németek kikapcsolták a harcvezetésből is a, a, a magyarokat, akkor ott is hát előszeretettel vetették be a magyar-hegyi vadász alakulatokat Észak-Kelet-Magyarországon vagy a, vagy a szlovákiai területeken.